Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy Imre, a Prosperitáti Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke. Jó napot vagy, jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nem egy túl könnyen megjegyezhető elnevezést adtak az alapítványnak. Hogyan döntötték el, hogy Prosperitáti lesz? Ez egy kicsit idegenül cseng. Igen, hát a prosperitás egyébként azt szoktuk használni a magyarban. De azt el kell mondjam, hogy amikor latolgattuk a kifejezést, hát mindenkinek a latin tudását elő kellett szedni, ugye próbáltuk visszaemlékezni a latin ragozásokra, hogy melyik lenne, hogy lenne jobb, és akkor erre a formára esett a választ, tehát lehetőségekért, azt hiszem most már nem vagyok pontosan biztos, hogy mi a pontos raga, tehát a magyarban hogy hangzik a megfelelő formája. Miért ennek latin elnevezésben gondolkodtak? Hát így jött. Jó hangzik. Lépjünk tovább. Mikor jött létre ez az alapítvány? Mert hogy ugye egyszer csak hirtelen az utolsó napon este megjelentek a pályázatok január végén, és hát a közvélemény akkor értesült igazából, hogy létezik egy ilyen alapítvány, amelyet bár korábban beharangoztak, hogy létrejön egy ilyen intézményi háttér, amely kezeli majd ezeket az anyaországi pénzeket. Igen, tehát amikor nyilvánvalóvá állt az összeg, illetve a támogatásnak a kerete, rögtön el kellett kezdeni a szervezést, tehát az, hogy egy teljes intézményesi formát és egy infrastruktúrát ki tudjunk építeni, ugyanis ekkora pénzt nem lehet egy megfelelő, stabil, átgondolt, átszervezett intézményrendszer nélkül. És ezt tudtuk, hogy ezt meg kell tenni, viszont ugye a beharangozott január vége, illetve az évelei keretdátumok megkövetelték azt, hogy ez nagyon gyorsan történjen. Nem lett ez igazán nagy dobra verve, tehát sokan kritizálták is a VMS-t emiatt, hogy hát nincs kommunikáció, nem látjuk, hogy hogyan fejlődik az egész, de én mindig azt mondtam, hogy nézzék, a köztársaság és a tartományi pályázatoknak a hátterét és a kulissza titkait se nem tudja senki. Egyszerűen megjelenik a pályázat. Itt is az történt, igen, megjelent a pályázat. Igen, mi egy kis közösség vagyunk, igen. És hát kis közösségben igen. Mások a szabályok, igen, de ki nem nagyon komoly szabályok. Munka, nagyon komoly munka van az egésznek a hátterében. Én az első szabadkai megnyitón el is mondtam a köszöntőmben, hogy köszönetet kell mondani mindazoknak, akik ebben részt vettek, tehát a szakértőktől kezdve az informatikusokig, a gépírókig, mert ez egy éjjel-nappali munkament, egyeztetés a magyar kormánnyal, egyeztetés a szerb kormánnyal. Tehát ez mindet, ezeket a dolgokat le kellett játszani, ahhoz, hogy ugye 31-én vasárnap megnyomhassuk a gombot, és akkor menjen az éterbe a 10 pályázat. Nézzük, kik adták a nevüket, arcukat és a tudásukat is ehhez az alapítványhoz? Három szervezet, tehát a mezőgazdasági vállalkozóknak az Egyesülete Nagy Miklós személyében. A CMH irodák? A CMH irodák, azután a magyar kormánynak van egy képviselője. Magyar Nemzeti Kereskedőház. Igen, és két magánszemély, Somogyi professzor és jó magam. Ugye, és a közgazdásztársaságot kihagytuk, Földi Márta szintén tagja az igazgatóbizottságnak. Ön kezdetektől részt vett a stratégia kidolgozásában. Miért vállalta el most az igazgatóbizottság elnöki tisztségét? Tehát tekintettel arra, hogy tényleg az első naptól ott vagyok a stratégia készítésében és az operatív program készítésében, úgy gondoltam, hogy ez lehetőség arra, hogy a tudományos és a szakmai, az elméleti részeket megpróbáljuk összekötni a gyakorlattal. Tehát én mindig azt tartottam, hogy a tudomány annak akkor van értéke, hogyha ugye gyakorlati megvalósítása is megtörténik. Ebben nem mindig tudtam részt venni, most viszont azt gondolom, hogy valamennyiben tudom segíteni
az egész folyamatot. Nyilván olyan szakemberek vannak az egész rendszerben, akik ezt egyes részeit még jobban tudják, még precízebben tudják átadni, és ez gyakorlatilag az első megnyitók és fórumokon ugye teljesen nagyon jól látszik, hogy ők azok, akik ugye a mezőgazdasági szakember, a közgazdász, a pénzügyi szakember, akik ezt nagyon jól tudják. Mi a feladata az igazgatóbizottságnak most, hogy megjelentek a pályázatok, és hát sorra nyílnak a térségi irodák? Természetesen felügyeljük a térségi irodáknak a működését. Amikor a pályázatoknak az átadása megindul majd március 1-én. Nyilván ezt a folyamatot is tudjuk kísérni. Nagyon fontos az, hogy az egész folyamatot már most ellenőrizni tudjuk, tehát azok a problémák, amelyek fölmerülnek, úgyis ezt a gyakorlat, tehát a napi fórumokon mindig vannak olyan kérdések, amelyet nem biztos, hogy meg tudunk válaszolni. Ezután jön egy konzultáció, és ugye két nap múlva már a gyakori kérdéseknek a honlapi formájában ez a válasz már meg is jelenik, és ezt mindig meg is ígérjük a kérdezőknek, tehát nem mindig tudunk pontos, tehát az élet az egészen más diktál, és a gyakorlat másként jelenik meg, tehát vannak olyan dolgok, amit nem lehet fölkészülni van, előlátni. Olyan, mint a tanárnak is vannak olyan kérdések, amelyek nem bizony. Mindig tud válaszolni. Beszéljünk egy kicsit az irodákról is. 8 területi irodájuk lesz. Mi alapján határozták meg, vagy döntöttek úgy, hogy Magyarkanizsa, Nagybecskerek, Óbecse, Szabadka, Temerin, Topolya, Zenta, Zombor lesz ez a helyszín? Az irodáknak a definiálását, tehát a felosztását is elég élénk vita kísérte. Majdnem annyit vitáztunk, mint a stratégia készítés első momentumban, hogy melyik legyen az a térség, ugye, amely alapján a vajdasági magyar közösségnek a helyzetértékelését feltárjuk, illetve elvégezzük. Tehát próbáltunk főleg a mezőgazdaság és a vállalkozók számát előlátni, illetve prognozálni, és hát így jött ez a 8 település. Én személy, és igenis az, ami különösen fontos, hogy a 8 központ az egész vajdaságot fedi. Tehát ezt muszáj volt megtennünk, hiszen jelentkezhet Szremszka Mitrovicán, vagy Száva Szentdemeteren, vagy Fehér Templomon is egy-egy olyan magyar vállalkozó, hiszen itt is élnek magyarok, tehát olyan vállalkozó, aki szeretne részt venni a pályázaton, joga van részt venni a pályázaton, tehát ilyen formában a 8 iroda az egész vajdaságot lefedi. Persze vannak olyan irodák, amelyeknek túl nagy a vonzás körzete, ilyen például Nagybecskerek, tehát az egész közép és délbánát Nagybecskerekhez tartozik, Temerin szintén, hiszen Újvidék, Szerémség komplett Temerinbe adhatja be a pályázati űrlapjait, tehát vannak ilyen, kicsit azt mondanám aránytalanságok, viszont azt tervezzük, hogy fogadónapokat, illetve kihelyezett fogadónapokat fogunk tartani, akár Újvidéken, akár ugye Délbánátban, Pancsován vagy Székelykevén, tehát ott, ahol látjuk, hogy van érdeklődő. Viszont az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy aki valóban, akit érdekel a pályázat, az Délbánátban is eljön majd Nagybecskerekre, vagy azokba a központokba, ahol az irodák megnyíltak. Az látszódik a különféle lakossági fórumokon is, bárhol is szervezik, hogy nagyon sok érdeklődő jelenik meg, teszi fel kérdéseit, tehát sokan élnének ezzel a lehetőséggel. Ami számunkra így kívülállóknak lejön, hogy a mezőgazdaság az, ami tarolhat a pályázatok során. Vannak-e már valamilyen becslések ezzel kapcsolatban? Igen, tehát például a tegnap esti két fórumon, Bács-Kertesen és Doroszlón kimondottan a mezőgazdaság dominált, úgy szintén Nagybecskereken is
a mezőgazdaság dominált. Én azt várom egyébként, hogy a nagyobb, tehát azokban a városokban, ahol, ahol központ, tehát irodák vannak, tehát Szabadkán is, Temerinben, majd Újvidékre koncentrálva, jelentkeznek majd azok a vállalkozók, akik nem mezőgazdasági pályázatokat fognak benyújtani. Érdekes, hogy a turizmusra nem nagyon vannak egyelőre kérdések, de hát nem tudom például, hogy Kanizsán mi történt, vagy mi történik majd esetleg Temerinben és Újvidék vonatkozásában a dunai turizmusra, vagy falusi turizmusra. Tehát majd ez a hónap fogja megmutatni, hogy gyakorlatilag tudjunk becsléseket mondani. A mezőgazdaság az biztos, hogy tarolni fog, tehát a mezőgazdaság lesz az, ami a legérdekesebb, a leg... És a riportban is láttuk, és egyébként is beszélt téma, hogy kiürülnek a falvaink, van egy házvásárlási pályázatuk is, éppen a falvakat szeretnék ezáltal benépesíteni. Sokan érdeklődnek? Igen, tehát a mezőgazdaság gépeken kívül a házvásárlása a másik kiemelt téma, sőt vannak olyan esetek, ahol már a házakat kínálják is föl eladásra, tekintettel arra, hogy ugye a falusi környezetben ugye ez egy kiemelt téma lesz. Tehát gyakorlatilag ez a februári hónap, illetve ez az első hónap, mielőtt még a beadás megindul, ez egy gyakorlatilag egy fölkészülés mindenkinek. Mindenki azt nézi, hogy a pályázatba mit kell beadni, próbál érdeklődni, elmennek az emberek megnézni, hogy mi az a dokumentum, amit be kell szerezni, és konkrét problémákat, tehát konkrét problémák jönnek vissza, ugye vannak olyan hivatalok, ahol nem akarnak, vagy bank nem ad olyan megfelelő, nem adja azt a megfelelő iratot, amit a pályázat elejét. Tehát ez nyilván, ezt is útközben korrigálni lehet, még mielőtt a pályázat ugye teljes, tehát mielőtt beadják az emberek a pályázatot. Van még jó 3 hetük, hiszen igen, március 1-től lehet beadni a pályázatokat. Igen. Most ennyit legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönjük.